Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt ünnepeltek! Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Önöket az Idősek Világnapja alkalmából szervezett rendezvényünkön. Hévízváros vezetése ezzel az ünnepséggel és megvendégeléssel kívánja kifejezni tiszteletét és megbecsülését az idősek iránt. Köszöntöm körünkben Hévízváros polgármesterét, Pap Gábor urat, és a képviselőtestület tagjait. Először tisztelettel felkérem Pap Gábor polgármester urat, tartsa meg ünnepi köszöntőjét. Amíg az ember gyereket nevel, dolgozik, és beszippantják a hétköznapok, pörög az élete, talán túlságosan is, a nyugdíjazást követően azonban némileg lassul a világ a nyugdíjasok körül, és ahogy haladnak előre az években, úgy is érezhetik, nem töltik ki úgy a napokat, ahogyan azt korábban tehették. Még akkor sem, ha ott vannak az unokák, a dédunokák, ha a családnak szerencsés esetben be tudnak segíteni házi munkában, gyermekfelügyeletben, kerti munkában. Sajnos sok idős embert látunk magunk körül, akik úgy érzik, kissé feleslegessé váltak. Akik úgy látják, nehezen morzsolódnak a napok egymás után, és akik úgy érzik, család ide vagy oda, valahogy egyedül maradtak a mindennapokban. Talán többen a gyerekeiktől, az unokáiktól, a rokonaiktól várják, hogy nyissák rájuk az ajtót, hogy többet beszélgessenek velük, hogy több közös programot csináljanak együtt. Igen, az egyik oldalról nagyon is jogos az elvárás. Pedig ha magunkban nézünk, tudjuk nagyon is jól, hogy mi épp úgy tettünk, ahogy most tesznek gyermekeink. Tudjuk, hogy a fiatalok a képzelet, a rózsaszín ködvilágában élnek, így éltünk mi is. Tudjuk, hogy a középkorakat elragadják a napi dolgok, aktualitások, elragadtak minket is. Az idősek már rendelkeznek azzal a bölcsességgel, hogy ezt lássák, hogy tárgyilagosan szemléljék a valóságot. De valljuk be, megérteni és elfogadni, ezt nem mindig könnyű. Én azonban úgy gondolom, van más megoldás is, mint hogy másoktól várjuk, hogy tartalommal töltsék meg az idősebb generáció mindennapjait. Ez a megoldás bennünk, saját magunkban is rejlik. Biztos vagyok benne, hogy önök mindannyian ismerik John Lennont, a híres énekes egyszer a következőt nyilatkozta. Gyermekkoromban anyám mindig azt mondta, hogy a boldogság a kulcs az élethez. Amikor iskolába jártam, azt kérdezték tőlem, mi akarok lenni, ha felnövök. John Lennon válaszul leírta, hogy boldog. Ezt látva a tanáraim azt mondták nekem, hogy nem értem a feladatot. Én meg azt feleltem nekik, hogy ők nem értik az életet. Kedves szépkorúak! Valóban ez a kulcs mindenhez, a boldogság. És itt nem az anyagi boldogságot értem, hanem azt a boldogságot és azt a harmóniát, ha úgy tetszik, belső békét, amelyet magunkban találhatunk meg. Ha képesek vagyunk a mindennapok akár legapróbb dolgaiban is meglátni a boldogságot, a szépet, az örömöt, akkor biztos, hogy az idős kort sem érezzük tartalmatlannak, lélekölőnek, üresnek. Az ókori rómaiaknak volt egy mondása, egy rövid mondása, magyar fordításban úgy hangzik, ragadd meg a napot. Arra biztatnak, hogy minden napban próbáljuk megtalálni a lehetőséget, a jót, a hasznosat. Úgy gondolom, önöknek, hévízi szépkoroknak sok lehetőséget próbál kínálni a város ahhoz, hogy ki tudjanak zökkenni a szürke hétköznapokból, hogy lélekben töltekeztessenek, aktívak lehessenek. Arra biztatom önöket, éljenek ezekkel a lehetőségekkel. Több olyan csoport, egyesület is működik a városban, amely örömmel, tárt karokkal várja az érdeklődőket, az új tagokat. Nemrégiben ünnepelhette a Tiszta Forrás Dalkör a 25. születésnapját. A Hévízi Szépkorúak Vidám Társasága az első születésnapját. Meghívottként magam is részt vettem a csoportok rendezvényein, és láttam, éreztem, milyen örömmel vesznek részt a közös programokban a tagok.
És egyértelmű volt számomra, hogy nem csupán egy-egy alkalommal szervezett találkozók, próbák kötik össze őket, hanem számos közös programot is szerveznek magunknak, barátokra, társakra leltek ezekben a csoportokban. Vagy a Meridian Torna csoport. Milyen kiegyensúlyozottak, sugárzóak a csapat tagjai. Mennyi más programot is szerveznek tornákon kívül. Séták, túrák, segítik egymást, közös főzés, favágás, fahordás. Számos rendezvényünk van, amelyhez csatlakozni lehet. Akár városi ünnepek, akár turisztikai rendezvények. Gyönyörű véderdőnk van, csodás sétautakkal, kilátóval, egy-egy baráti sétára, töltekezésre kiválóan alkalmasak. Kedves vendégeink! Természetesen tudom, hogy mi, a társadalom aktív tagjai, ezen felül is sok mindent tehetünk, és kell, hogy tegyünk önökért. Nem titok, hogy a város és általában a települések jelenleg nincsenek kedvező gazdasági helyzetben. De mindent megteszünk azért, hogy a szociális ellátási rendszerünket fenntartsuk, működtessük, hogy orvosi rendelőinket fejlesszük, hogy megfelelő környezetet teremtsünk a városban, amelyben önök is komfortosan érezhetik magukat. Hatalmas erőfeszítés jelent ez most számunkra, de ez a generáció és a minket követő is tartozik ezzel az önök generációjának. Mi arra tudtunk és tudunk építeni, amit önök teremtettek meg nekünk, hiszen egymás életét folytatjuk. Mi az önökét, a mi gyerekeink pedig majd a miénkét. Ezért felelősséggel tartozunk mindenkiért, egymásért. A fiatalabb generációknak az a felelőssége és kötelessége, hogy visszaadjanak valamit abból a sok jóból, amit kaptak szüleiktől, nagyszüleiktől. Ezen dolgozunk itt is, ezért támogatjuk a civil csoportokat, a rendezvényeket, ezért vágunk bele a várost fejlesztő beruházásokba. És hogy az idősebb generáció felelőssége miben áll? Engedjék meg, hogy Ferenc pápát idézzem. Nem beszélhetünk a családról anélkül, hogy ne beszéljünk az idősek fontosságáról közöttünk. Soha nem voltunk ennyire sokan az emberiség történetében, de nem tudjuk, hogyan éljük meg ezt az új életszakaszt. Az idősek számára sok segítségnyújtási projekt létezik, de kevés életterv. Mi, idősek, gyakran különösen érzékenyek vagyunk a törődésre, az elmélkedésre és a szeretetre. A gyengétség mesterei vagyunk, vagy azzá válhatunk, de még mennyire. Ebben a háborúhoz szokott világban a gyengétség igazi forradalmára van szükségünk. Ebben a nagy felelősségünk van az új generációk felé. Emlékezzünk, a nagyszülők és az idősek a kenyér, amely táplálja az életünket, ők egy nép rejtett bölcsessége, ezért is jó ünnepelni őket. Imádkozzunk a gyengétség tanítóvá vált idősekért, hogy tapasztalatuk és bölcsességük segítse a legkisebbeket abban, hogy reménységgel és felelősséggel nézzenek a jövőbe. Kívánom, hogy így legyen. Isten áldja meg önöket. Köszönöm szépen. Köszönöm, polgármester úr, köszöntő szavait. Most pedig fogadják szeretettel Buch Tibort, Arany Alma és Pro Teatro díjas színész énekest. Műsorához jó szórakozást kívánok önöknek. Az van, hogy elutazunk ide a szomszédba mindannyian, így pár százan, kibéreltünk egy ilyen térugró szerkezetet, és elmegyünk a szomszédos Londonba. Maestro! Segítségével, ha megszólal. Szól! Na, jó ez? Nem hangos? Majd lesz hangos. Leülök. Kezüket csokolom. Londonban hely, van számos utca, és minden utcán több sarok. És minden sarkon vannak házak, és minden házon ablakok. De mindegész nagy Albionban nincs több oly ablak, mint ahonnan a legszebb.
rózsaszál virít, a legszebb rózsaszál virít. De mind egész nagy Albionban nincs több oly ablak, mint ahonnan a legszebb rózsaszál virít, a legszebb rózsaszál virít. Mire vége van a koncertnek, berúgunk. Na, igyanak egy kortyot! A Bóvi Street-en, hogyha járok, a legnagyobb úr én vagyok. Megsüvegelnek az utca seprők és csizmadíjainasok. Kocincsunk már! Ha pénzem nincs, iszom hitelbe, enyém a legszebb lány szerelme, enyém a legszebb rózsaszál, enyém a legszebb rózsaszál. Ha pénzem nincs, iszom hitelbe, enyém a legszebb lány szerelme, enyém a legszebb rózsaszál, enyém a legszebb rózsaszál. Miért ilyen szomorúak? Baburfi, hely, legény a talpán, akarja kő, a csókja méz. Ott túl Baburfi, oda megyek. Minden leány utána fordul, és rabja már, akire néz. De négy más lány csókja nem kell, egy csókra gondol este reggel. Kiből üdvösséget merít, kiből üdvösséget merít. De négy más lány csókja nem kell, egy csókra gondol este reggel. Kiből üdvösséget merít, kiből üdvösséget merít. Hallé! Örült neki, hogy itt közösen ennyi minden megvendégeltek bennünket, és ezt a jó műsort megszervezték nekünk. Nagyon színvonalas volt a műsor, főleg azért, mert az előadó megtáncoltatott minket, énekeltetett, és ezáltal egy kicsikét oldotta a hangulatot. Keresett engem a családom, sohasem érvéket a vinnom, béli bábos portomágyom, szépen válik húzatom. Itt mindenki azt csinál, amit akar. Keresett engem a családom, sohasem érvéket a dínom, nálom, téli bábos hordományom, mindent